Sziasztok, köszöntök mindenkit! Ismét egy elveszett megállóhelyet fognak bemutatni a Békéssebb vagy Ulas Alkat Kötegyán vésztővas útvonalon. Ugye ez a MÁV-nak a 128-as vasútvonala még mindig. És jelenleg itt állok, hogy 44-es főút mellett Gyula János Zug megállóhelynek a maradványainál. Tartsatok velünk! Nézzétek meg, ott van maga János, itt látszik a peron is. És egyébként ez az út, ahol most állok, egyébként itt van egy fénysodompós átjáró. De egyébként ez az út, amin most itt jöttem, amit láttok, ez volt régen a 44-es út Békéscsaba és Gyula között, még kétsávosként. Aztán később megépült a négysávos szakasz, ott látszik a felüljárónál. Tehát kétszer kétsávos, és a külön szintű kereszteződésre egy felüljáró épült a vasútvonal fölött. És azóta ez a régi nyomvonal, tehát látjátok itt is, meg sorról bejöttem, ez már igazából egy széles bicikliút, vagy szervízút a régi 44-es mellett. De mint látjátok, biciklis most is jött, tehát ezt a széles bicikliútként használják főleg, most már mióta ott megépült a négysávos. És errefele van Békéscsaba, illetve Fényes, meg Bicere állomás. Ott látszik a bejárati jelzője Bicerének. Hát oda sajnos betonút nem vezet még mindig, majd megpróbálok valahogy bemenni oda is. De hát látjátok, hogy a vasútvonal meg jár. Itt van benne egy nagyobb ív, és itt volt régen egy megállóhely, mindjárt mutatom. Ez volt Gyula János Zug. Hát azt nem tudom, hogy meddig volt használatban, de ez már 90-es évek közepet állik, itt már biztos nem állt meg egy vonat se. Azt hiszem, az 1984-es menetrendben még benne van. És egy-két vonat itt megáll, de mint amit látjátok, nem nagyon van a környéken semmi. Ott az egy szálltanya, és gyakorlatilag más itt nincsen. És egyébként most sétálok itt a peronon, az még megvan. Kicsit fölverte a gazdáit, megvan, és még ott látszik a régi esőbe álló épület, ennyi megmaradt belőle. Viszont a névtábla az már nincs meg, és ez már... Hiszem, hogy voltam én itt 10 évvel ezelőtt, 2008-ban is, hogy talán egy elő is tudom keresni azt a régi mobiltelefonos képemet róla, hogy talán akkor még megvolt a tábla, viszont még abban az évben leszették. Ezt valaki ellopta. Még azt is meg nem kockáztatni, hogy egy vasútbarát vitt el, és akkor legalább jó helyen van nála. És egyébként valami hasonló épület volt Fényesi Szőlők megállóhelyen. Előbb-utóbb az a videóm is fel fog kerülni. Szintén egy elveszett megállóhely. És akkor mindjárt csinálunk róla egy képet is innen. Nézzétek meg micsoda ezért nagy a világ van itt. Libák. És akkor csinálunk innen mindjárt egy képet. És egyébként valószínűsítem egyébként, hogy itt még egy őrhely is volt. Valószínűleg az akkor is egy forgalmas út volt, és szerintem akkor is egy biztosított átjára volt itt még a fénysodompó előtt. Tehát valószínűleg egy tekerős sodompó volt. De nézzétek meg, itt van maga a megállóhely épülete. Ez egy hagyomány volt, és hasonló volt egyébként Fényesi Szőlőknél is fénykorába, amit elbontottak. Be tudunk jobban hatolni a gazba, akkor megnézzük. De az a baj, nagyon felvelte ez már a gaz. Megpróbálok bemenni, és majd jelentkezem onnan. Beljebb nem tudok menni, ennyire tudom nektek megmutatni. Hát, ennyi. Nem akarok most jobban belemenni, mert már nagy itt a gaz. Hát, és akkor ennyi lett volna ez a kis megállóhely bemutató. Láttátok, még egy elveszett megállóhely. Egyébként ezen a vonalon elég sok van. Mert nem csak ezen, hanem a 125-ös Szeged-Békéscsaba vonalon, ott még több van. Ott azt hiszem Szeged meg Csaba között van legalább 10 megszületett megállóhely. Na majd, ha egyszer sok időm lesz, akkor majd bejárom ezeket mind, és meg tudom őket megmutatni. És egyébként itt van még egy érdekes tábla. Ez a elég rozsdás H betű. Ez szerintem ez a hótörő menetet jelent. Nagyon hajlamos a pálya havazódásra, vagy űrszevén belógó, stb. Akkor szokták használni, de ezt mondom, ezt már tényleg nem tudom, hogy ez mi akar lenni, meg annyira nem értek hozzá, hogy valaki megmondja. Én csak megmutatom nektek. És hát akkor sétáljunk vissza, még viccelére megpróbálok bemenni. Szerintem ott volt egy dűlőút, amin be lehet menni, megpróbáljuk. És hát akkor ez a videó, akkor ez ennyi lett volna. Tudjátok, ha tetszett, lehet lájkolni, ha nem tetszett, lehet diszlájkolni. Egyébként föl lehet iratkozni, egyébként meg ellenfényben vagyok.
Még azt is. És szerintem arrafele még van egy elveszett buszmegálló is. Bár nem úgy látom, azt már lebontották, de ott régebben volt egy magánhagyott buszmegálló is, mert ebben mi mondom, itt régen ez volt a főút, és a buszmegálló sokáig ott hagyták a magát a pavilon, de úgy látszik, azt már elbontották. De mindegy, majd megnézzük. Jó. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Sziasztok!